Sziasztok, sziasztok, nevem Gába Lázs, és újabb Tekirót láthatok. Egy ideje volt, mióta nem láthatok, de most már megint minden héten lesz több is, mert vége anyának jönnek az új kütyük, és kezdjük az egyik legfontosabb kütyüvel az egész évben, méghozzá az iPhone 11-jel. Az iPhone 11-ről már hallottunk egy pár dolgot, de most már vannak készlékek is, mert vannak a tokgyártók, akik nem csak kiraktak képeket, hanem gyártottak maguknak iPhone 11-eket is, hogy kipróbálják, hogy tényleg belefér-e a tokba majd szépen az új készlék, ami szeptemberben meg fog jelenni. Mindjárt meg is mondom nektek, hogy mikor, mert az a legfontosabb híre ennek a videónak, mert eddig még nem mondta el senki, sehol se a világban, hogy mikor jön, de én már tudom. Tehát az iPhone 11-nek nem 11 neve lesz valószínűleg, hanem iPhone Pro amúgy. Lesz megint egy nagyobb iPhone Pro, meg egy kisebb, hogy ez iPhone 11 Pro Max-nak fogják hívni, vagy valami más, hogy ez még nem biztos, de az biztos, hogy Pro lesz. És lesz egy iPhone XR-nek megfelelő készülék is, tehát egy középkategóriájú úgymond, de még mindig sajnos az Apple-nél ezek felső kategóriában vannak árban, de az is megint több színben, és matt lappal is láthatunk majd végre iPhone-okat megint, tehát nem lesznek annyira csúszósak. Hogyha már hátlapról beszélünk, megint üveg lesz, de most már nem csak kábel nélkül lehet tölteni az iPhone-okat, hanem majd, hogyha rárakjuk az AirPod-ot, ami most már tud kábel nélküli töltést is az új tokkal, akkor fel is tudjuk tölteni akár az AirPod-unkat. Hogyha igen, gondolkodtok rajta, hogy a Samsung is mutatott be ilyet, igen, mutattak be ilyet a Galaxy Buds-zal, és amúgy a Huawei volt talán az egyik első cégek között, akik a telefonba beépítették azt, hogy igen, vissza tudunk tölteni másik kábel nélkül telefont is, vagy persze másik készléket is, tehát az Apple is bevezeti ezt az új iPhone 10 Pro sorozatban. Képernyő méretek ugyanazok maradnak, 6,5 inch, meg 5,8 a Pro-nál, és a középkategóriánál úgymond, meg még mindig 6,1 inch lesz, és persze megint lesznek egy-kettő különbségek is, mint hogy a kisebbnél csak 2 kamera lesz, a nagyobb, tehát a Pro készlékeknél, meg majd 3 kamera. A 3 kamera azért fontos, mert eddig volt zoomunk és sima fotókameránk, tehát tudtunk rá közelíteni valamire, de most már még mindegyik más cég, mint Huawei, Samsung, akár OnePlus, meg sok másik gyártó, igen, Xiaomi is, de széles látószögű kamerás készlékeket is mindig 3 kamerát látunk, általában mindig hátul a mobiltelefonnál, ami nagyon jó, mert néha tényleg jobb lenne, ha több férne bele a képbe. De ami a legfontosabb tudnivaló itt az Apple-től, hogy megint, hogyha már beleraknak egy technológiát, ami még soha nem volt benne az iPhone-jukban, akkor persze rávágnak azzal, hogy ők rakják bele a legnagyobb széles látószöget. Például méghozzá 130 fokos lesz, a Note 10-nél csak 123 fok, és a P30 Pro-nál például csak 120 fok. Tehát az Apple még egyszer egy jó 3%-ot rárak, ez az IT-ban, tehát a technikai dolgoknál eléggé sok, és biztos nem volt könnyű megoldható. De amit még talán fontos tudni, hogy este is majd jobb képeket tudunk készíteni, mert ezen is segített egy kicsit az Apple szerintem egy nagyobb szenzorral, és egy kicsit megnézte azt, és gondolom, hogy a Google mit csinál, mert eddig ők a legjobbak, pedig ők nekik csak egy kamerájuk van, és ebben az évben még lesz ők is egy új, majd két kamerás, de ott is már meglátjuk, meg bemutatjuk nektek, hogy miről lesz pontosan szó. Na, de az előbb már beszéltünk arról, hogy új hátlapok vannak, mit tud a hátlap alatt a készlék, de ami még talán fontos, az lenne tudni, hogy a hátlap az nem fog olyan könnyen betörni. Meg nem elég az eleje se, mert ugyanolyan technológiát akarnak beépíteni, mint az LG. Az LG már a V40 óta, tehát pont egy éve, szinte mindegyik készléknél, vagy a V-sorozban egy általában, ha jól emlékszem, tokot nem adnak hozzá, ez most a G8, mert nem kell tok, mert ha lejtjük a telefont, náluk nem megy tönkre, és akkor se, hogyha sarkára esik, mert egyszerűen military grade-re építik a készléket, tehát a széle egy kicsit nagyobb a készlékeknél, és tudjuk, az iPhone-nál sincs a legkisebb szél, és úgy tudja megépíteni az egészet, hogyha lejtjük 1,5 méterről, akkor ne törjön tönkre, bemenjen tönkre. Persze nem azt mondom, hogy dobjátok le a 300-400 forintos iPhone-otokat majd a földre, de ez érdekes, hogy az Apple ezen is végre dolgozott, hogy ne kell több mint 100 000 forintot fizetni, hogyha betörik a képernyők. Ez persze teljesen jó dolog, de ezért ki is hagyta egy kettő dolgot, mint például az, hogy nincs benne 3D Touch, így elvileg talán nagyobb lesz az akkumulátor a készlékben, ez még nem biztos, de az, hogy 3D Touch nem lesz, az biztos. 5G se lesz, mert hát még nincs sehol se szinte 5G, vagy hogyha van, akkor drága, és csak több áramot fogyasztan, ami felesleges vele foglalkozni, tehát a jövő évre, és ami szerintem a legnagyobb fájó pont, igen, még mindig nem lesz USB-C, csak Lightning. Jövő évre már
puti 100% USB-C lesz, de az iPad-eknél is már átálltak, de az iPad-ekről mindjárt még beszélek egy kicsit. A Face ID is fontos, hogy még jobb lesz a Face ID, szélesebb látószög lesz a Face ID-nak elő, tehát remélem a sima kamera is szélesebb látószög lesz az iPhone-nak elő is, mert tehát majd, hogyha az asztalon van a telefonunk, és csak ránézünk, és nem vagyunk direkt felette, akkor is fel fog tudni oldani, annélkül, hogy hozzá kéne nyúlni. Ez is szép dolog, de ugyanilyen tovasom, hogy mindig nem laknak bele se a képernyőbe, se a hátuljába, mert is aknának. De ami érdekes lesz majd, hogy elvileg talán az Apple Pennel is lehet használni, és hogy nem tettem már, nagyobb is lesz talán az akkumulátor. De kb. Ennyi kellett tudni az iPhone-okról, meg plusz persze, mikor lesznek a piacon kaphatóak. Egészen egyszerű, szeptember 11-én lesz a bemutató. Szeptember, igen, az már két év múlva szerdán van. 13-án pénteken lehet majd előre rendelni, tehát addig meg tudjátok gondolni, meg tudjátok nézni utólag, hogy mi történt, mikor mutatták be. Mindig este ilyen 9 körül szokott bemutató lenni amúgy szerdán, úgyhogy majd olyankor nézzetek be a tech videóra, és biztos kirakok majd én is egy live-ot. És 20-án, szeptember 20-án lesz majd boltokban elérhető. Valószínűleg Magyarországon is, régen egy héttel később volt, de az előző két iPhone-nál már időben Magyarországon is meg lehetett kapni, tehát tényleg várjátok majd, én is kíváncsi leszek. Főleg azért, mert egy nappal, amiatt a boltba kerül az új iPhone 11, a Huawei be fogja mutatni a Mate 30 Pro-ját. Erről még egy külön videót csinálok, hogy mit tudunk már róla, elég sok mindent tudunk arról is, például olyan még kamerája lesz, hátul nem csak három, de tényleg egy nappal, amiatt a boltba kerül az új iPhone 11, lesz új Mate 30 Pro. Persze az Android felhasználók szerintem nem annyira azok, akik vennének egy új iPhone-t, mert az iPhone-osok nem váltanak általában Androidra, de azért lehet, hogy még egy-kettő ember meg fogja gondolni, hogyha bemutatja egyszerűen a Huawei, hogy mennyivel jobb az iPhone-nál is a Huawei, csak nem tudom, hogy fogja már bemutatni, hogy jobbak az iPhone 11-nél, mikor az még piacon sem lesz. De amit még bemutatnak szeptember 11-én, most azt még elmondom, mert lesznek új iPad Pro is például, 11-es és 13-as, lesz egy új sima iPad is, tehát az az iPad, amit eddig 9,7-incses iPad-nek ismertünk és 100.000 forint alatt volt, csak most már 10,2-incses lesz, tehát mint beszüntetik a 10 éve gyártandó 9,7-incses iPad-et, amiből nekem is még van egy. Aztán lesz új AirPod is, már megint, csak azt csak bemutatják, jövőre lesz majd tényleg a piacon kapható, elvileg noise cancelling-et fog tudni, tehát a zajt kiszűri a fülünknél, és hogy a zaj kiszűrő ilyen Bluetooth felvatók érdekelnek titeket, amik csak belemennek a fülbe. Most lesz egy videóm a héten, ahol 5-6-ot összes hasonlítok nektek, olcsótól drágáig, és elvileg bízhatlanok is lesznek AirPodok, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy úszni tudunk belemenni, de hogyha izzadunk, nem mennek tönkre. A HomePodot is megújítják, az olcsóbb lesz, tehát eddig drága volt a legtöbb embernek, ezért nem tudtak belőle sokat eladni, meg nem csak szintokat használni, és most már lesz majd akár 200 dollár alatt is, csak persze nem lesz majd olyan geniális a hangja, és lesz egy 16 inches MacBook Pro is, tehát eddig 15,6 volt, meg régen még 17-es is volt, 2012-ig gyártottak olyat is, és most már 16-os fognak kihozni, aminek egyszerűen kisebb a széle, és olyan nagy lesz, mint az eddigi 15,6-os. És az utolsó dolog csak annyi, hogy a Mac Pro-t meg a jó drága XDR képernyőjüket ki fogják hozni a piacra, tehát arra azt is meg lehet venni, de hát arra spórolni is kellett egy pár hónapot, amit bemutatták, mert az még a nyár elején volt. Tehát ennyi is volt a rövid iPhone 11 bemutató, itt még a 10-esek vannak a kezemben, de a 11-esek most már láttatok egy kicsit, belevágtam nektek egy pár felvételt, hogy látjátok, tényleg csak a hátulja változik meg, kívülről minden ugyanolyan marad, még a színekben is valószínűleg ugyanolyan lesz, és előről se fogjuk látni a különbséget, tehát tényleg csak a széles látószögnek örülhetünk majd, meg persze egy új processzornak, ami majd többet tud, de ez főleg a gamereknek fontos, mert mint mindennapi felhasználó általában nem fogjuk érezni a különbséget. Közben néztetek a nevem Gába Lázs, legközelebbig és a heten még látjuk egymást újabb tech videóval. És 8 a Pro-nál és a 10R harmadik készüléknél 5,8 volt, nem. És a középkategóriánál úgymond, de ami talán még fontosabb, hogy ami talán még fontosabb, az, hogy a esti képeket is majd jobban tudja készíteni, mert elvileg majd és elvileg bízhatlanok is lesznek az új iPodok, AirPodok, elnézést. Tehát ennyi is volt a rövid iPhone 10 Tehát ennyi is volt a rövid iPhone 11 bemutató.